Rendszeresen tartanak könyvbemutatókat is, hiszen jó kapcsolatot ápolnak a Fórum könyvkiadóval, az Etnával és az Életjellel. A kiállítás sorozat egyik célja bemutatni az érdeklődőknek a kevésbé ismert községbeli festőket, szobrászokat, fotósokat és irodalmárokat. Horgosiakat igazán megmozgatja, és megmozgatják ezek a kiállítások, hiszen itt a faluban művelődési rendezvények nem igazán vannak. Szagmeister Pécs Laura kiállítása a könyv Metamorfózisa címet viseli, amely részét képezi a 2 évvel ezelőtti Torok Melindával közös tárlatának. Itt a könyv úgy jelenik meg, mint alapanyag, tehát képzőművészeti anyag, könyvlapok, régi könyvek átalakítva, átgondolva szabadon. Vannak könyvek, amelyek átlettek, alakítva, vagdosva, átfestve, rajzolva van rájuk. Tehát különböző oldalról megközelítve ez a különböző technikák által megközelítve ez a könyv. Esetenként a könyv témája kihat arra, hogy mi készüljön belőle, de előfordul az is, hogy a formákat vagy a színeket határozza meg. Ez valójában egy inspiráló játék, vallja a festőnő.